Ehhez persze gratulálok, sikerült megnyerni, és ugye ehhez a győzelemhez kellett Görbic Anita is, és az ő 11 gólja, ő lett a mérkőzés legjobbja. Anita, gratulálok, fogad szeretettel ezt a pezsgőt. Azt hiszem, hogy sikerült egy nagyon jó meccset játszanotok, és itt győzelem a vége. Hát igen, inkább a második fél időben játszottunk jól, az elsőben nem igazán úgy csináltuk a dolgokat, ahogy megbeszéltük és ahogy elképzeltük, de hát az a lényeg, hogy megvan. Nagyon pipa voltál a szünetben, mert itt a második fél időben, mint hogyha dűből is begyújtottad volna a rakétákat, és sícsút ott hagytátok a Debrecen. Hát első fél időben mondom még egyszer, hogy nem igazán ment nekem se a játék. Megbeszéltük fél időben, hogy jobban oda kell tenni magunkat, sokkal agresszívabban kell védekeznünk, és akkor itt tudunk könnyű gólokat lőni, és gyors lerohanásokból tudunk majd lőni gólokat. Azért ez a győzelem, meg az, hogy ilyen szoros meccset játszottatok, jól jöhet ugye a BL meccs előtt, mert ott is valami hasonlóra lehet számítani, és gondolom ez azért önbizalmat is ad. Persze, mindenféleképpen. Nagyon sokat segített ez a Magyar Kupa döntő is, hisz azért hát készülünk a Hipóra, főleg úgy, hogy ugye, hogy kint játszunk. Hát az is nagyon-nagyon kemény mérkőzés lesz, de hát bízom a jó eredményben. Egyébként benne volt a fejetekben valahol a tudat alatt a Hipó elleni mérkőzés? Nem, a mérkőzésen egyáltalán nem, legalábbis szerintem mondhatom a többiek nevében is, de viszont azért már a héten készültünk a Hipóra, a Hipóra is és a Debrecenre is, úgyhogy ilyen közös taktika volt. Kupa győzelemhez gratulálok, és a Hipó ellen pedig nagyon sok sikert kívánok. Köszönjük, Anita!